Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, akit azért hívtunk meg ma egy stúdióinterjúra, hogy értékeljük az évet, a 2014-es esztendőt. Szeretettel köszöntöm, miniszter úr, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok! Miniszter úr, hogyan indult a 2014-es esztendő? Mik voltak a legfontosabb feladatok évelején, mik voltak a célkitűzések? A magyar mezőgazdaság számára az volt a cél, hogy ne legyen gyengébb a 2014-es év, mint a 13-as. És hát az elején azért szárassággal indultunk, utána pedig változott a helyzet a szeptember környékétől, már nagyon sok eső volt, már csapadék többlettel kellett megküzdeni, és aztán pocak invázió, meg túltermelés, orosz embargó, minden, ami elképzelhető, sújtott bennünket. Most már látható viszont, hogy mi a mérleg, és érdemes egy számvetést tenni, hiszen a magyar mezőgazdaság egy történelmi rekordot ért el 2014-ben. A jelenlegi ország területen 1921 óta a legnagyobb termést takarítottuk be. 16 millió tonna gabona került a magtárakba, ehhez fogható teljesítmény nem volt soha, és kukoricából, napraforgóból és repcéből rekordtermés született. Kukoricából 9,3 millió tonna. Ezek a növények alkotják a magyar agrárium bevételének 40%-át. Tehát rendkívül jelentős teljesítmény. Én gratulálok hozzá mindenkinek, gazdáknak, a háttériparban dolgozóknak, műtrágyával, mezőgazdasági gépekkel foglalkoznak, élelmiszer iparral foglalkozónak, illetve azt hiszem, hogy meg kell említeni azt is, hogy a mezőgazdaság és vidékfejlesztési hivatal, illetve az FM apparátusa is valamennyi hivatal igyekezett mindent megtenni azért, hogy a szabályok rendben legyenek, és a piacra jutás is eredményes legyen. Az állatlétszámból is el lehet azt mondani, hogy a szarvasmarha, sertés, a baromfi és a juhállomány is növekedett az elmúlt évben, tehát egy emelkedő pályán van a magyar mezőgazdaság. Hogyan gondolja, vagy miként gondolja azt, hogy ez minek tudható be ez a siker? A jó Istent illeti a köszönet elsősorban, mert az időjárás nagy mértékben befolyásolja a mezőgazdaság teljesítményét. De rengeteg munka van benne, a gazdák felkészültsége, az, hogy az agrártámogatások időben megérkeztek, illetve tudtunk már alkalmazkodni az Európai Uniós támogatási rendszerhez. Ez a dolognak az egyik oldala. A másik az, hogy azért időjárás elosztásához sikerült alkalmazkodni az időjárási kihívásokhoz az agrotechnikában, hiszen extrém helyzetekben is sikerült betakarítani például a termést. Mert egy dolog, hogy mit terem meg, és más dolog az, hogy ebből mit tudunk mi bevinni a magtárakba, a terménytárolókba. Én úgy látom, hogy a magyar mezőgazdaság, amely az elmúlt években jó néhány aszályos helyzettel megbirkózott, jó néhány piaci problémát is le tudott győzni, ebben az évben is sikeres. A nemzeti össztermék növekedésében is egy komoly részarányt tudunk biztosítani, és a piaci versenyt is álljuk. Van sok gondunk, gyakran a bőtermés is probléma, a mednél, az almánál ezt lehetett látni, az árak viszonylag lent vannak, tehát a mezőgazdaság 3,6%-kal növelte a kibocsátását, a termelését, miközben közel 10%-kal nagyobb a termés mennyisége. De az energiaárak, ahogy lejjebb mentek, ezt követték a takarmány és a gabona árak is. De a költségek is csökkentek nyilvánvaló. Tehát a jövedelmezőséget, a megtérülést kell megtalálnunk, és ez valamennyi termelőnek és piaci szereplőnek az aktív együttműködése szükséges. Ugye beszéltünk arról, hogy van, amikor az almából is több terem, illetve kialakulnak bizonyos helyzetek, most ez az ősszel is bekövetkezett, most mik a visszajelzések az alma kampány tekintetében, sikeresnek látja az intézkedéseket? Sokkal több alma fogyott, bármely közintézménybe vagy iskolába mentünk, akkor lehetett látni azt, hogy ott van egy kis adag alma, egy kis tálcán, tehát egy kis tálkában. Az emberek érzékelték azt, hogy van egy jó termés, és a magyar alma kiváló, és egyre többet vásároltak belőle, illetve a Nemzeti Kereskedőház részvénytársaság is nagy mennyiségű almát tárolt be sűrítmény formájában. Tehát a piacról sikerült közel 100 000 tonna almát kivonni. Ez egy 7-800 000 tonnás
termésnél azért jelentős. Találtunk jó néhány exportpiacot is. Ez az egyik oldala a dolgoknak. A másik az, hogy a termelőket is érték kétségtelenül vesztességek, hiszen magasabb ára is lehetett számítani, a termés egy részét jobb kategóriában is el lehetett volna adni. De nem ez az első nagy termés, volt már ilyen máskor is. Tehát fontos, hogy mind a termelők, mind az egész ágazat felkészült legyen arra az esetre, hogyha van egy ilyen rekord. Ezért a termelőknek a tárolókapacitás bővítés, ez a feldolgozáshoz külön a rátámogatásokat fogunk majd biztosítani az elkövetkező években. 2010 óta dolgozik miniszterként. Hogyan értékeli az idei esztendőt az elmúlt 4 évből? Hová tudná elhelyezni, mennyire volt nehéz év? Nehéz összehasonlítani. Szerintem az évek azok általában nehezek, mert hát a mezőgazdaság már csak ilyen, de az idén a jóisten segedelmével sokkal nagyobb termés van, mint korábban. Gyakran mondják, hogy alacsony az ár, hogyha kevés, akkor pedig magasabb. De nem rajtunk múlik, a világtőzsdétől függ, gabonatőzsdétől, világpiaci áraktól függenek az árak. Hogyha nagyobb a termés, akkor nagyobb a manőverezési lehetőség is. És ugyan ritkán van egymás követően 2 évben rekordtermés, szinte kizárt, de ez egy tartalékot jelent. A nagy termés, az árbevétel, az mindig egy olyan alap, amire bizton lehet támaszkodni a jövőjében. Tehát szerintem a legfontosabb az idén az, hogy az elkövetkező időszak elé is optimizmussal tekinthetünk. Mely eredményeket emelnék ki az elmúlt évből? Ugye egyre többet lehetett arról olvasni, hogy egyre több vágópontot adtak át, ha jól tudom, akkor most is interjúnkra is egy vágópont átadásról érkezett. A sajtó attól volt hangos, hogy szerte az országban termelői piacokat nyitottak. Mely intézkedéseket értékeli arra gyakorlatilag, hogy a legfontosabbak voltak, vagy a legeredményesebbek? Én több évi munkának az eredményét látom abban, feldolgozó kapacitások kiépítését, vágópontok, gyümölcsfeldolgozók, savanyító üzemek, családi vállalkozás méretű kapacitásoknak a kiépítését látom abban, hogy egy ritkán idézett mérőszám is megmozdult. Ma Magyarországon 40%-kal több gazdaság, családi gazdaság, kistermelő szállít közvetlenül a piacra, értékesít, árutermelést végez, mint 2010-ben. Ez 49 ezer új belépőt jelent. Hogyha elmegyünk egy gazdapiacra, akkor látjuk, hogy kéztermékkel foglalkozik valaki. De lehet, hogy egy őstermelő mondjuk egy integrátornak értékesít. Tehát sokkal többen jelentek meg a piacon, mint korábban. Ez azt jelenti, hogy több ember talál megélhetést is. És körülbelül 20%-kal nőtt a mezőgazdaságból élők száma. Miközben sokan azt mondják, hogy egy mezőgazdaság csak akkor fejlődhet, hogyha az emberekért egyre nagyobb gépek lépnek be. Látszik, hogy ez a tétel nem igaz, hogyha komolyabb termékeket, minőségi termékeket tudunk előállítani, akkor igenis több ember nyerhet megélhetést. Tehát én talán a legfontosabbnak ezt tartom. De ennek a erősödésnek, hogy ahogy említettem, közvetlenül értékesítenek családi gazdálkodók, kistermelők, van egy másik oldala is, maga a termék. Ha megnézzük, hogy borkiválóságok, pezsgő és pálinka kiválóságok, kézműves élelmiszerek vannak, itt Karcagon is vannak házi készítésű ennivalók, nem csak iparból kikerülők, akkor látszik az, hogy átalakul egy minőség irányba a magyar élelmiszer kínálat. Ez követi a fogyasztást is, egyre igényesebbek a fogyasztók, ebben sok munkák volt, felvilágosítsuk őket, és egyre igényesebb termékeket akarnak vásárolni. És talán ezzel is zárhatnám a gondolatmenetet, hogyha egyszer elindulunk onnan, hogy többen értékesítenek a piacra, jobb minőségű élelmiszerre van igény, akkor azt védenünk is kell, tehát egy élelmiszer biztonságra is szükség van, hogy amit megveszünk, az nem károsítja az egészségünket, megkapjuk a pénzünkért azt, amit szeretnénk. Én fölvettem a figyelmet a Nébiknek erre a hófehérkés reklámjára, ahol ugye az alma eredete a kérdéses, mint ahogy a mesében is, hogy nem volt rendben az alma. Tehát a közfigyelem is ráirányul arra, hogy nézzük meg azt, hogy mi az, amit vásárolunk. És hogyha megnézzük, akkor már csak egy lépés az, hogy magyar ennivalót vegyünk. Tehát ez a tudatformálás talán a legfontosabb. Van ez az új applikáció, használják ezt az emberek, hogy lehet figyelni a boltokban itt-ott a különböző szabálytalanságokat? Hozzám jönnek visszajelzések, tehát van ilyen érdeklődés, van több olyan internetes pont, ahol az FM rendszerével
kapcsolatban lehet lépni, itt a parlagfűtől kezdve az élelmiszerbiztonságon keresztül a legkülönbözőbb témák ilyenek. Tehát ez egy új világ, egy új lehetőség, amivel tudunk élni. És én örülök annak, hogy az emberek, különösen a fiatalok érdeklődése az nagyon eleven. A közelmúltban Kínában tett látogatást milyen eseményen, milyen rendezvényen vett részt, mi volt a látogatás célja és milyen eredményekkel jött haza? Élelmiszereket akarunk eladni Kínába, egy hatalmas piac és nagyon igényes. És a világ egyik legnagyobb borkiállítása volt Shanghaiban, hát a magyar borok fontos, hogy eljussanak ebbe a távoli országba, de más témákról is tárgyaltunk, például a marhahús kivitelről írtunk alá egy megállapodást Kínával, ez lehetővé teszi azt, hogy minél több szürke marha, illetve más minőségi marhahúst tudjunk oda értékesíteni. Például az orosz piac az embargó miatt jelenleg szünetel, tehát más piacok kellenek. Ha az egyik kiesik, akkor keresni kell egy másikat, ilyenkor nem szabad kímélni sem az időt, sem a fáradtságot. Egy ígéretes piac Hongkong. Közel 8 millió lakosa van, szabad kereskedelmi övezet, semmiféle érdemleges mezőgazdasági termelés nincs, ez egy városállam, egy szigetállam, a világ minden részéből érkezik oda az ennivaló. És van például olyan bolt, ami magyar borokat forgalmaz, érdeklődés van a mangalica, a szürke marha hús iránt is, a csúcs gasztronómiában. Nyilvánvaló, hogy nem millió tonna búzákat tudunk oda exportálni, mert a földgömbnek a túlsó oldalán van, de egy magyar vathús, egy libamáj, egy tokai aszú, a őshonos állatok húsából készített ennivalók, azok ott is ígéretesek. Tehát ott kell lennünk ezen a piacon, van keretük arra, hogy vásároljanak a világon, talán ott él a legtöbb milliómos, hogyha jól emlékszem, Ázsia leggazdagabb ember ott él. Tehát ha más eladja a jó minőségű élelmiszét, akkor ezzel a lehetőséggel nekünk is élni kell, nem maradhatunk le tőlük. Tehát három célpont volt végül is az állammal, a marhahús protokoll, illetve a bor és más minőségi élelmiszerek Shanghaiban és Hongkongban. Tovább kell majd lépnünk, hiszen vannak további ígéretes piacok, Dél-Korea, Japán, Szingapur és Vietnám is érdeklődik magyar termékek iránt. Rendkívül sűrűn lakott fizetőképes országok, és az egész világ beszállít ezekre a területekre, mi sem maradhatunk le tőlük. Akkor erről egyeztetett a napokban a vietnámi nagykövettel, hogyha jól tudom, akkor vele is volt egy egyeztető értekezlet. Igen, tökéletes az információs háttér. Vietnámban egy olyan vezető garnitúra van, olyan vezetők irányítják az agráriumot, akik annak idején Magyarországon tanultak. Tudnak magyarul, itt szerezték a képesítésüket, és a 80-as évek végéig fontos együttműködések voltak vízgazdálkodásban, víztisztításban, haltartásban, és jó néhány más mezőgazdasági területen is. Nem akarjuk ezt veszendőbe menni, ezért is volt egy egyeztetés a vietnámi nagykövettel. Ez egy 80 milliós ország, ahol gyorsan fejlődik a gazdaság, nő a népesség, a művelt terület pedig olyan másfél magyarországnyi, tehát mindenképpen ígéretes piac. A közelmúltban egészen pontosan december 5-én egy gyakorlatilag karcagiaktól volt hangos Budapest, illetve az országos sajtó is a karcagiaktól zengett. Egy rekordállítási kilet volt Budapesten. Hogyan értékeli? Meséljen erről a rendezvényről, hogy sikerült? Hát teljesen eredmény, mert rekordot azt elértük. A karci birkafőzők 120 birkát főztek meg, és több mint 8000 adag készült a finom pörköltből. Egy mintaszerű összefogás eredménye ez, és én tényleg gratulálok. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, a karcagi birkafőzőknek, a segítőknek, támogatóknak, akik a háttérből jelentős adományokkal is segítették, birkaadományokkal például őket, a Magyar Piac Szövetkezetnek, Kornárné Bösikének, aki egy keretet adott ehhez, illetve egy nagyon hasznos karitatív célra sikerült felhasználni a pörkölteket. De én azt hiszem, hogy a magyar hagyományőrzésnek, a hagyományos gasztronómiának is egy ünnepe volt. Az, hogy nem csak valami bohém dolgokból vannak Guinness rekordok, hanem tényleg ilyen komoly teljesítmény is. Hát mindegy, hogy a ser az tartós lesz, de azért lesz majd mindig egy idő után, majd lesz egy kezdeményezés arra, hogy mint minden Guinness rekordot is ilyen kihívás sikerüljön fölülmúlni. És nagyon jó volt a hangulat is, azért előkerült egy szilvapálink, egy kis kocintgatás, tréfálkozás. Úgy jó karcagiasan. Így van, ahogy az lenni szokott. Most így karácsony közelettével ugye a karcagiak asztalára a birkapörkölt is oda kerül szerintem Karcagon karácsonykor.
De ilyenkor ugye karácsony közelettével mindig elindítanak az elmúlt évekhez hasonlóan egy hal népszerűsítő, úgynevezett hal kampányt. Az elmúlt évekből már megtudtuk, hogy ugye nőtt a halfogyasztás, most hogyan látja, hogy vásárolják-e egyre inkább a magyarok, eszünk-e több halat? 20%-kal nőtt a halfogyasztás az elmúlt 3 évben, ez döntően a halat népszerűsítő kampány eredménye. Minden évben ilyenkor december környékén indítjuk. Itt karcag némileg immun is, mert hát itt a birka a karácsonyi leden is nálunk is beelőzi, azért a halad, de mindig van hal, tehát az elképzelhetetlen, hogy ne lenne. És a cél végül is az, hogy a gondolkozást egy olyan irányba mozdítsuk, hogy vegyünk jó ízű, friss élelmiszert, ne rendeljük, sokan Pesten interneten rendelik, meg telefonon rendelik, különböző exotikus konyháknak a fogásait, még akár karácsonyi ünnepre is, vagy tengeri halat fogyasztanak. Jó magyar, tiszai hal, balatoni hal az párját titkítja, van belőle kínálat, úgyhogy nyugodtan lehet választani. És a mostani halmarketing kampány azért is fontos, mert egy évvel ezelőtt rendeltem el a halászati tilalmat egyébként a Balatonon, tehát a tó víztükre a horgászok, és akkor mindenféle jajkiáltások voltak, hogy itt a világ vége, és nem lesz balatoni hal. Hát látszik, hogy aki elment a éttermekbe a nyáron, azért nem maradt hal nélkül. A tó vízgyűjtő területén olyan halastó háttér van, amely biztosítja az ellátást egyébként balatoni halból. Már hogyha ott a sütődében az tényleg balatoni, mert sok tiszai meg környékbeli halastóból is kerülne finom ennivaló, de végül is ez a dolognak az egyik oldala. A másik az, hogy azért a hal a régi népi táplálkozásban is kitüntetett helyet foglalt el, a halászé, a sült hal, bármilyen régi regényt megnézünk, akkor szerepel benne az, hogy nyáson sütik a halat ezekben a történelmi írásokban is, tehát vissza kell hozni a halételeket az őket megillető helyre. Mint hogy a birkával sikerült Karcagon, és ennek a hatására sokak munkának köszönhetően a Kunságban is megélénkült az érdeklődés, itt is látható ez. És hogyha mások, különösen az importőrök reklámoznak különböző élelmiszereket, a banántól a vietnámi halakig, hát akkor mi is tegyük meg azt, ami ránk hárul, a magyar halakat is reklámozni kell, hogy a vásárló a teljes tudásanyag birtokába döntessen. Hát reméljük, hogy minél többen fognak halászlevet fogyasztani, bár eszembe jutott, ha megenged egy kis humort, hogy itt a karcagiak lehet, hogy birkából főzik még a halászlevet is. De ez csak egy vicc volt. Az év legfontosabb eseményei ugye a választások voltak. Erről az előző stúdióinterjúmban már beszélgettünk miniszter úrral, az eredményekről, illetve az eseményekről, a kampányhangulatról. Most arra lennék kíváncsi, ugye tudjuk, hogy járja a választókerületét, a választókörzetét, és gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy majdnem mindenhol fideszes vagy Fidesz által támogatott polgármester van. Hogyan látja a feladatokat? Tehát, hogy hogyan látja, mennyire változott a választókörzete, a feladatok nyomán haladnak-e, mennyire tart össze, mennyire dolgoznak, működnek együtt a városok, települések? Először is szeretném megköszönni azt a kitüntető bizalmat, amiben részesültünk, személy szerint én is a 3 választás alkalmával, hiszen az országgyűlés is megújult, és a helyhatóságok is. És ennek a bizalomnak a erős kifejezése az, hogy itt 20 településen Fidesz által támogatott önkormányzat, illetve polgármester van. Ez egy hihetetlen felelősség is egyben. Hát azt hiszem, a kedves tévénézők közül sokan ismernek, nem szoktam fél munkát végezni. Én abból indultam ki, hogy össze kell fogni az egyes településeknek, össze kell hangolni a fejlesztéseiket, át kell venni egymás jó elképzeléseit, alkalmazni kell a legjobb gyakorlatokat, személyes kapcsolatban, munkakapcsolatban kell lenni a települési vezetőknek. Jó néhány olyan korábbi településvezetőt sikerült leváltani, aki gátja volt a fejlődésnek, vagy már kiégett, nem volt képes a megújulásra. Mert igenis az emberek bizalmáért a nagy politikában épp úgy, mint a helyiben, nap mint nap tenni kell, meg kell felelni. És ez egy örök kihívás,
azért is, mert bizony vannak olyan jelenségek, amelyeket az ember nem tud elfogadni. Azokkal szembe kell szállnunk. És én örülök annak, hogy sikerült megújítani jó néhány város és falu önkormányzatát. Olyan kiváló összetételű önkormányzatok vannak, ahol a szakértelem, a rátermettség, az, hogy a magánéletben is tudtak bizonyítani az érintettek, természetes. És mi olyan fejlesztési programokat indítunk most, amelyek a megye által koordinált területfejlesztéssel összhangban vannak. Ipari parki beruházások, intézményfelújítások, útépítések vannak. A célunk a teljes foglalkoztatás elérése a körzetben. Start munkán keresztül, illetve a versenyszférában. Egy jó együttműködő polgármesteri közösséget építünk, meg volt már az első összejövetel a választásokat követően, ahol tulajdonképpen kötetlennek indul, de egyfolytában dolgoztunk, tehát még éjfélkor is dolgoztunk, hiszen téma az rengeteg van. És én látom azt, hogy az elmúlt évek építkezése egy olyan alap, amelyre tudunk támaszkodni, illetve ahol lemaradás van, mert vannak ilyen települések, ahol leült a korábbi településvezető, most néhányat szinte mindegyiket sikerült végre leváltani, ott gyors fejlődésre számíthatunk. Egy jó példa erre mondjuk Kunhegyes, ahol nagyon stabil vezetés van, 8 évvel ezelőtt vették át a város irányítását, akkor eléggé takaréklángon volt a település, 5,6 milliárd forintot tudtak fejlesztésben lehozni. Ez egy jelentős dolog. Hát Karcagennél lényegesen többet, nyilván nagyobb a település is, de konkrét programok mentén eredményesen tudunk dolgozni, bízom benne az elkövetkező időszakban is. Miniszter úr, így évvégén mindig meg szoktam kérdezni, hogy mit kíván a jövő esztendőre? Nehéz időszak van mögöttünk, egy választási év, az sokféle gondolatot ébreszt. Hát én kívánom azt, hogy az ünnepeket mindenki családi körben, békében, boldogságban töltse, az új esztendő pedig mindig egy tiszta kezdet. Hozom megtisztulást, lelkesedést, hogy belevessük magunkat a hétköznapok forgatagába, és hogy építhessünk, hogy legyenek munkahelyek, gyarapodjon az ország lélekszámban és életszínvonalban egyaránt, és érezze mindenki jól magát itt Magyarországon. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk egy évértékelő interjúra, és visszavárjuk egy következő jövő évi interjúra. Köszönöm, hogy itt volt, és boldog karácsony, boldog új évet kívánunk! Köszönöm szépen, jó Isten segedelmével mögöttünk van az elmúlt esztendő, és biztos vagyok abban, hogy erőt ad az előttünk állóhoz is. Kellemes karácsony, békés, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket.